Volt egy kis adrenalin druk bennünk, de ugye természetesen ez egy veszélyes üzem, ez az éjszakai látványetetés. Most kezdődik, és talán, hogy mi lesz a vége. Az emberi faj után a farkas az egyetlen olyan élőlény a Földön, amely legalább annyira elterjedt. Nincs még egy ilyen élőlény a Földön. Több mint 47 alfaját ismerjük, és ez folyamatosan változik. Minél északabbra megyünk, annál nagyobbak a falkák. Az európai szürke farkasnak általában 10-15 négyzetkilométer a teritoriuma. Egészen az északi fajokig, mondjuk a polár farkasnak 1000 négyzetkilométer lehet a teritoriuma. Igazott kicsi az alomszám, épp hogy fel tudnak nevelni a zord, viszontagságos életkörülmények miatt egy-két utódot. Itt vagyunk bent a kifutóban, 9 óra elmúlt, szerintem talán már 9:30 is lehet. Túl vagyunk az első éjszakai látványetetésen. Hát a farkas vakság az inkább ránk vonatkozott szerintem ez esetben, mint a farkasokra, tehát hogy ők meglepően nyugodtan viselkedtek és jól fogadtak bennünket. Mi azt gondoltuk, hogy meg fognak ijedni, meg hogy fura lesz. Nekünk fura volt, úgyhogy nagyon jól sikerült, egészen különleges hangulata volt, és baromi sokan eljöttek, úgyhogy jó volt. Ugye a farkasok éjszakai ragadozók, tavasztól őszig ők éjszaka prédáznak, kivétel a tél. Most ugye itt trappolnak körülöttünk, nem látjuk őket, hogy hol vannak, sejteni lehet, akinek jó a füle. Izgalmas, jó dolog, aki szereti a kihívásokat, annak azt ajánlom, hogy tartson éjszakai látványetetéseket farkasok között, vagy nézze meg. A farkasok viselkedése kevésbé változott meg, mint amire mondjuk én személy szerint számítottam. Egy-két olyan szakasz volt az előadás alatt, amikor úgy jobban beindultak, de nem, egyáltalán nem volt durva. De a farkas nem jól lát, tehát ezt mi nappal is megtapasztaljuk, hogy inkább szaglásával és hallásával, és hát ugye körvonalakat lát, színtévesztő, tehát mi sokszor meg tudjuk őket téveszteni, hogyha másfajta mozgás összetétellel jövünk hozzájuk, tehát nem veszik ők azon a részt, hogy mi vagyunk. Ők ugye nagyon jól sémákban gondolkodnak, tudják azt, hogy ha én jövök, vagy a Dóra jön, akkor azok mi vagyunk, de ha másfajta mozgás kultúrával jövünk, akkor nem, meg lehet őket téveszteni erősen. Ez is az bizonyít, hogy nem jól látnak ők. Hát bebizonyosodott, hogy a farkasok tökéletesen tájékozódnak éjszaka is, ugye annak dacára, hogy tudjuk, hogy nem látnak jól, és az is bebizonyosodott, hogy mi emberek mennyire tökéletlenek vagyunk. Tehát mi bejöttünk, és másfél métert nem tudtunk anélkül menni, hogy meg ne botlott volna valamelyikünk valamelyik gödörben. Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan eljöttek, és ami nagyon érdekes, hogy nagyon érdeklődőek voltak, és nagyon sok kérdést tettek fel. Ugye ezzel az állatkertek éjszakájához szerettünk volna csatlakozni, ezzel a rendhagyó éjszakai látványetetésre, és hát szerintem most kedvet kaptunk hozzá, hogy tartsunk még ilyen látványetetéseket éjszakában nyúlóan. Szeretettel várunk mindenkit az elkövetkezendő időben, hogyha meghirdetjük a közösségi oldalainkat.